Hello mindenkinek is, üdv újra a csatornán, ebben a rendhagyó vasárnapi chiliben, ahol nem sminkelni fogok, hanem a strandra készülődöm. Arra gondoltam, hogy a mai téma, amíg én itt így befejezem az arcápolási rutinomat, felteszem a fényvédőt, átöltözöm, persze nem kamera előtt, de értitek, szóval amíg így összekészülődök, addig mesélnék egy picit az esküvőnk részleteiről, hiszen az interjút olvashattátok velem a Dalarna oldalán, ott azért elhangzik sok minden, de ugye képeket, videókat nem osztottam meg arról a napról, és nem is szeretnék. Viszont egy-két dolgot szívesen elmesélnék nektek. Például, hogy mi volt és mi nem volt a mi nagy napunkon. Az arcomat már megmostam, most teszek egy kis C-vitamint, de csak nagyon keveset. Tényleg cseppeket fogok eloszlatni. Általában mindig túlzásba esem, pedig teljesen fölösleges, mert tényleg egy-egy csepp elég. Ami nálunk nem volt például, az a fizikai meghívó. Biztos vagyok benne, hogy sikerült volna találnunk egy olyan szolgáltatót, aki extrém gyönyörűet fog készíteni nekünk, de bevallom, én két módon szoktam elbánni ezekkel a meghívókkal, miután megkapom, vagy elteszem egy emlékdobozba, és akkor úgy 5 évente előkerül egyszer, és ránézek, és ez a ó, de szép, aztán visszarakom, vagy pedig eldobom. Emiatt nagyon 2023-asan online meghívót készítettünk, bevetettem az összes képszerkesztési tudásomat, és összehoztam egy teljesen ránk jellemző kis aranyos pofás meghívót, amin minden fontos információ rajta volt, és ezt így messengeren keresztül küldtük el a családjainknak, a barátoknak, de természetesen az idősebb családtagoknak kinyomtattuk, és volt, akinek személyesen vittük el. Bevallom, hogy már gyerekkoromban szemeztem a menükártyákkal, hogy ez vajon miért annyira fontos, hogy az asztalon megjelenjen egy lapon, hogy mit fogunk enni 3 perc múlva. Úgyhogy ezt is lehúztuk a listánkról, mert hogy ennek sem láttuk kifejezetten szükségét. A mi esetünkben egyébként a levest felszolgálták, a főételt, a köreteket, salátákat, aztán majd ugye a desszerteket is, pedig svédasztalos módjára mindenki maga válogatta össze. Ami még nem volt, koszorús lányok. Legalábbis felnőtt koszorús lányok nem voltak. Úgy döntöttünk, hogy az unokaöcséinket és az unokahúgunkat szeretnénk felkérni erre a feladatra. Így 2 nagyon cuki kis koszorús fiunk volt, és egy tündéri kis koszorús lány, aki a kezére egy virágkarkötőt kapott, a fiúk pedig kitűzőt, és hát nagyon helyesek voltak. Valahogy amikor koszorús lányokra gondoltam, akkor nem volt egy ilyen azonnali kép, ami beugrott volna a fejembe arról, hogy kit szeretnék felkérni erre a feladatra. Talán 1-2 ember jutott így eszembe. Abban biztos voltam, hogy a húgom lesz a tanú, tehát akkor őt így a koszorús lányok sorából kihúznám. Az unokatestvérünk nem ragaszkodott a titulushoz, és hát egy nagyon fontos személy, sajnos nem tudott jelen lenni az esküvőnkön nagyon nyomós családi okok miatt, ezért ő lett volna még az én koszoruslány választottam, de aztán végül az élet úgy hozta, hogy ez sajnos nem jött össze. Úgyhogy koszoruslányok nélkül voltam, felnőtt koszoruslányok nélkül, de hogy ez így nem volt probléma, és nem érzem, hogy kevesebb lett volna tőle az alkalmunk. Mielőtt felteszem a számra a fényvédőt, van itt nekem egy passió gyümölcs, amit most már meg kell enni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt az alkalom. Annyira frissítő illata van. És az íze is olyan savanykás, ami a kedvencem. Nagyon finom. Mondjuk fogkrémre kevésbé, de majd mindjárt rendeződik itt a dolog a számban. Jó savanyú. Írtam egy kis jegyzetet magamnak, szóval innen olvasgatom a részleteket. Nem béreltünk külön autót, és hozzá nem kértünk meg senkit sofőrnek, hogy szállítson minket így A-ból B-be a szertartások között. Mert annyira egyértelmű volt, hogy a férjem azzal az autóval szeretne menni, ami az ő autója, szentimentális értékkel bíró autó számára, mindenképpen ő szeretett volna vezetni. Nem volt limuzin, vagy sportkocsi, vagy nem tudom micsoda, retro trabi, hanem az ő szeretett autójával mentünk, és annyira amerikai filmes pillanatokat éltünk meg azzal, hogy a vőlegény vezet, a mennyasszony ott ül az anyósülésen, és
indulunk a templomi szertartásunkra, és így annyira feelinges volt az egész, hogy olyan csinosan sosem ültünk még abban az autóban, és akkor közben így tényleg kettesbe tudtunk lenni, egy kicsit átbeszélni a dolgokat, hogy na jó, akkor kezdődik a nap, eddig minden a terv szerint, ki hogy érzi magát, gyorsan egy állapotfelmérés, és nagyon kellett szerintem az a kis utazási kettesben. Szerintem ez így volt tökéletes, szépen fel volt díszítve az autója, és így végtelenbe is tovább közösen autóztunk. Nagyon jó volt. Na hát, ami véletlenül maradt ki így a koreográfiából, az a szertartás végén való sziromdobálás, rizsdobálás az ifjú párra. Valahogy ezt így nem beszéltük át egészen pontosan, se a vőféllyel. Nem is volt ilyen klasszikus vendégek közötti kivonulásunk, hanem így oldalágon vonultunk ki. Hát ez, nem tudom igazából, hogy történt, de most, ha csak a fotókra gondolok, szerintem a legjobb fotók akkor születtek rólunk abban a felszabadult pillanatban, ahogy így oda néztünk a vendégeinkre, ők meg így ovációval vissza ránk, és így ez az egésznek egy ilyen nagyon jó hangulata van, ami teljesen átjött a képekem. Szóval amikor így erre gondolok, akkor még mindig nagyon nagy boldogság önti el a szívemet, szóval véletlenül alakult így, de a lehető legjobb módon jött össze. És aztán így próbálok kronológiai sorrendben haladni a nap során, ami még nem volt, csokordobás. És ez az én kérésemre nem volt. Nagyon nagyot nézett a vőfély, amikor így mondtam, hogy hát én ezt nem szeretném. Mert hát miért nem szeretném? Én annyira kellemetlennek éltem meg mindig is azt, amikor így összetereltek minket egy esküvőn, a nem házas lányok, és akkor ott versengeni kellett azért az egy szerencsétlen csokorért, mert ugye a hagyomány szerint, aki elkapja azt a csokrot, az lesz a következő, aki férhez megy. A hagyomány szerint. És akkor ott tiporják egymást a lányok, már aki én általában így állni szoktam is nézek, és így próbáltam ugye elhúzódni. Én nem éreztem sose jól magam ebben a szituációban. És akkor utána az az egy, aki mindent visz, az ugye szét van sztárolva, a többiek pedig így kb. Összehúzva elkullognak jobbra meg balra, és nem tudom, én amikor a saját esküvőm forgatókönyvére gondoltam, akkor biztos voltam benne, hogy én ezt a hagyományt nem szeretném. Mert annyira ciki, vagy olyan, nem tudom. Szerintem sokan egyet értetek velem, lehet, hogy sokan nem. És beszélgettünk erről a vőféllyel is, aki azt mondta, hogy a 20 éves pályafutása során ő még egy mennyasszonyon se találkozott, akinek ilyen kérése volt, hogy hát pont ez a hagyomány ne történjen meg, de mondtam, hogy bocs, de nálam ez nem fog összejönni, és aztán még a mi esküvőnk előtt voltak esküvői, ahol így feltette a kérdést a csokordobás során a lányoknak, hogy ki az, aki szerint kellemetlen egyébként ez a hagyomány, kicsit ilyen megalázó, és azt mondta, hogy nagyon sokan feltették a kezüket, hogy ők így szerintük ez az, és hogy amúgy így legszívesebben nem vennének benne részt. Szóval így tudtam újat mutatni a vőfénynek, kicsit így felnyitottam a szemét, hogy lehet, hogy ami régen poén volt, az ma már így annyira nem. Lányok, akik az esküvőmön ott voltatok, szívesen, senki nem hiányolta egyébként, hogy hú, hogy hát ez nem volt, úgyhogy szerintem senkinek nem hiányzott ez a dolog. Na jó, befejeztem az evést. Szintén véletlenül maradt ki a mennyasszonyrablás. Nem tudom, voltak hagyományok egyébként az esküvőnkön, például egy nagyon tisztességes lánykikérés, vagy például tányértörés, vagy gyertyafénykeringő. De valahogy ez a mennyasszonyrablás, hát enélkül zajlott az este. Nekem kifejezetten nem hiányzott, mert nyilván volt ezernyi más feladat, amiben részt kellett, hogy vegyek, tehát nem bántam, de hogy így, ahogy gondolkodtam a dolgokon, ez is eszembe jutott többek között. És amit viszont nagyon bánok, hogy nem volt, az a köszöntő beszédek. A férjemmel egyébként beszéltünk róla, hogy ő például szeretne beszédet mondani, vagy szeretné valahogy köszönteni a vendégeket, vagy valamilyen formában itt szólni hozzájuk, de aztán amikor eljött volna az idő, hogy na akkor írjuk meg azt a szöveget, beszéljük át a vőféllyel, nem tudom, biztos, hogy
értelmes dolgokat írtunk ele, vagy ilyesmi, akkor már annyira szűkös volt az idő, meg már annyira idegesek voltunk, hogy végül lemondtunk. A lánykikérés előtt volt egy privát találkozónk, ahol a fotós távolról szemlélt minket, nekünk pedig megvolt ez az első találkozás, tudjátok, ez a... amikor a vőlegény háttal áll a menyasszonynak, és akkor egy tisztes távolságból megérinti a vállát, és először látja meg ugye teljes pompában, és akkor én egy ajándékkal készültem, mégpedig egy olyan fotót raktunk össze az egyik barátnőmmel, ahol azok a nagyszüleink, akik már nem tudtak jelen lenni az esküvőnkön, őket összemontázsoltuk egy képre, méghozzá abban a ruhában, amiben, illetve abban a megjelenésükben, amelyben a saját esküvőjükön jelentek meg. Tehát ez egy annyira megható fotó lett, amit utána kitettünk a helyszínen a zongora tetejére egy kis gyertyával, meg egy kis üzenettel, hogy hát megkönnyeztük az első találkozó során ezt a bizonyos képet. Annyira tökéletesre sikerült ez a montázs, hogy annyira természetesen voltak ők ott öten együtt, hogy hát nagyon megható volt látni. De a köszöntő beszédektől kanyarodtam el ide, szóval, hogy amúgy igen, azt úgy jó lett volna, hogyha van. És én például meg is szerettem volna kérni az egyik barátnőmet arra, hogy ezt tegye meg, de sajnos ő volt az a személy, aki családi okok miatt nem tudott eljönni. Szóval igen, ez így alakult. Gyorsan felveszem közben a fürdőruhámat is, ez még annyira új, hogy a címke is rajta van. Ezt a H&M-ben találtam, egy leértékelés zajlott éppen akkor, amikor ott jártam, és nagyon megtetszett ez a darab. Rajtam van a fürdőruha, nagyon kényelmes, közben a hajamat is egy kicsit felkontyolom. Eszembe jutott még egy valami, ami ugyan nem került fel a listára, és megmondom őszintén, ezen sokáig agonizáltam, hogy most legyen, vagy ne legyen, ha legyen, akkor hogy oldjam meg pár nap alatt. Nem volt ilyen klasszikus vendégköszöntő tábla, hogy üdvözlünk az esküvőnkön. Gondoltam, hogy majd készítek egyet saját magam, de aztán rájöttem, hogy talán ez túl nagy falat számomra. Szóval voltak DIY projektjeim, ezt az előző videókban láthattátok, de ez már valahogy így nem fért bele, és megint csak ugye egy egyalkalmas használatról van szó, tehát nem volt ez annyira nagyon fontos, hogy erről legyen egy ilyen külön tábla, hiszen a vőfény mindenkit köszöntött az esküvőnkön, ez volt a legfontosabb. Na de hogy aztán mi volt? A vendégeinknek nagyon szerettünk volna kedveskedni egy koktélos csapattal, szóval hívtunk egyet, és emlékszem, hogy napokig válogattam össze azt a koktéllistát, amiből majd ugye ott a helyszínen lehet választani, és akkor így próbáltam így a legjobb italokat összerakni. Nem mintha nekem ez annyira számított volna, mert hát én végül is azon a napon egy darabot tudtam megkóstolni, de hogy így a vendégeknek jó legyen. Úgyhogy... hát hatalmas sor állt folyamatosan azon a részen, úgyhogy azt hiszem, hogy ez siker volt. Aztán hívtunk egy rajzos lányt, aki pedig mindenkiről készített egy portrét mesés stílusban, mintha mindenki egy mesefigura lett volna, de természetesen abszolút visszaköszöntek a vonásai. Imádta mindenki, és ráadásként még kértünk tőle akvarell rajzokat is. Az esküvőn különböző pontjaiból ő kiragadott néhányat, és azt, amit ő legizgalmasabbnak talált, vagy legérdekesebbnek, arról egy festményt is készített. Természetesen ki nem maradhattak a gyertyák az asztalról, a tavaszi virágok mellett, a dekorációban az üvegelemek domináltak, szóval a gyertyák is üvegtartóba voltak téve, ahogy a virágok is, és a desszert asztalnál, a tartóknál is ugye arra törekedtem, hogy ilyen kristálytálakat szerezzek, és azokon legyenek feltálalva a finom sütik. Igen, ez egy olyan szájfény, ami 50-es védelemmel van ellátva. Azt hiszem mindenhol bekentem magam. Arcom, fülem, szám. Itt a szememet szoktam mindig kihagyni. A szemhéjamat pontosabban. Ide még teszek egy kicsit.
És amit még meg szeretnék osztani veletek, így zárszóként, az pedig egy vonós trió, akik játszottak az esküvőnkön, azokon a pontokon, ahol vendégvárási rész, vagy pezsgős koccintási rész, és az egésznek annyira elegáns feelingje volt, és annyira varázslatossá és különlegessé tette. Ugye a helyszín maga is egy nagyon különleges hely volt, egy kastély, úgyhogy egyszerűen minden tökéletes volt azon a napon, és minden úgy alakult, ahogy azt mi szerettük volna. És mindkettőnk igényeit figyelembe vettük, és mindkettőnk részéről voltak olyan elemek, amik őt jellemezték. Nagyon jó érzés volt egy kicsit most nosztalgiázni arról a napról, visszaemlékezni, hogy akkor mi hogy zajlott. Ahhoz képest, hogy életem első ilyen szervezése volt, ja, mert hogy esküvő szervezőnk nem volt. Lett volna rá lehetőség, de végül elutasítottam a dolgot, és 90%-ban én, 10%-ban közösen összehoztuk a dolgot, és tényleg ahhoz képest, hogy az első ilyen nagy esemény volt, amit szerveztem, szerintem jól sikerült. Persze nyilván ehhez az is kellett, hogy olyan szolgáltatókra bukkanjon az ember, akik megbízhatóak, akik tényleg nem hagyják cserben, akik minőségi profi munkát adnak, tehát azért ez egy sok tényezős játszma, de emlékszem, volt egy pont, ahol így eljátszottam a gondolattal, hogy hát én ezt nagyon bírnám, ezt az esküvő szervezést, mint munka. Aztán történt egy olyan gigszer, ami után itt teljesen összeomlottam a szervezésbe, és akkor így mondtam, talán ez egy kicsit elhamarkodott döntés volt. Na és hát így alakult az, hogy A és B program között én így gyorsan kiszóltam például a vőfénynek, vagy a kastély személyzetének, hogy gyorsan gyújtsátok meg, légy szíves, a gyertyákat az asztalokon, vagy annak az illetőnek legyetek szívesek hozni gyorsan egy széket. Tehát, hogy ezt normál esetben egy esküvő szervező ugye mind megteszi helyetted. Hát itt most nekem kellett így kiszólnom egy-egy kérésért, de egyébként így jól lemenedzseltem, hogy úgymond szervező és főszereplő is voltam, mert így legalább tényleg minden úgy zajlott, ahogy úgy szerettük volna. És most eszembe jutott még egy valami, elnézést itt a csapongásért, de hogy egy ilyen kis különlegesség, hogy ugye általában a polgári szertartáson szoktak közösen gyertyát gyújtani, vagy például homokszórás szokott lenni, egy olyan közös alkotás, amit ugye utána feltesznek a polcra. Hát mondtuk, hogy nekünk köszönjük szépen, ez így biztos, hogy nem. Tutira nem kell egy ilyen porfogó, amit nem tudom, életünk végéig nézegetünk a polcon, helyette találjunk valami kreatív ötletet, és lett is. Ilyen volt az, hogy közös fröccsöt készítettünk. Wow, amúgy szerintem egy tök jó ötlet, szóval én voltam a szóda, a férjem volt a bor, és közösen elkészítettük a kis itókánkat, amivel aztán kocintottunk, és húzóra ment a dolog, mivel én aznap semmit nem tudtam enni, azaz icike-picike kis, még egy fél deci bor sem volt szerintem a pohárban, az úgy elég kellemesen beütött, és elkezdtem szédülni, már így annyitól, szóval utána a pezsgős köszöntéses rész, az még csak tényleg egy habatortán volt. Úgyhogy azért volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy na most gyorsan kell valami kaja, különben kidől a mennyasszony, de hogy ez szerintem egy nagyon jó, kreatív, mókás dolog, ami például egy nyári esküvőn, vagy tavaszi nyári esküvőn egy tök jó program. Bár én ugye nem vagyok nagy alkoholfogyasztó, de hogy ez szerintem életem legfinomabb és legjobban eső fröccse volt, hiszen akkor már teljesen ki voltam száradva, tehát életmentő volt. Nem gondoltam volna, hogy valaha ezt mondom egy fröccsre. Szerintem a teljesség igénye nélkül hangzott el most felsorolás mind a két oldalról, de talán ezek voltak azok a főbb pontok, amiket szerettem volna megosztani veletek. Hát itt a vége, fuss el véle. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai videóban. Én alig várom, hogy most már lehűtsem magam a vízben. Hamarosan találkozunk egy új videóban, egy nagyon izgalmas új témát vezetek be a csatornára, amit aki Instagramon követ már tud, de hogy ezzel lezárult az esküvővilág, és kinyílik egy teljesen más. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk egy új videóban, addig is mindenkinek szép napot kívánok. Tessék pezsegni, sziasztok!